mindenkit, Hajdubé István vagyok, mellettem itt van Faragó Rihárd. Nézzük a mai összecsapást. A labdát csak a testemen keresztül, Csugaja Dzsudzsák. Azt gondolom, egy ilyen lefutottnak mondott meccs kapcsán két hibát követhet el az ember. Majd mondom én helyette. Gól! Teljesből egy gyönyörű gól! És nehezen védhető, ez talán a kapus mentségére szolgálhat. Felugrik és megkérdezi magától, ez a labda? Majd Bóli, igen. Vezet a magyar válogatott. Nyírulgas büszkesége, Dzsudzsák. Van der Wiel. Heitinga. Van Bommel. Dzsudzsák, micsoda remek szerelés. Megvan neki a bőrgulyó. Megbizony. Jól érezte, hogy ki kell mozdulnia, ezért tudta megszerezni a labdát. Gyorsan reagált a kapus. Próbálják elvenni tőle. Ilyen közel a kapot, és aztán... Szép lövés volt, tehát hova ment? Igen, ez a lövés kb. Ugyanolyan messzire szállt az ellenfél kapujától, mint a saját kapujuktól. Kivédte, de nem fogta meg. Micsoda lehetőség? A kommentátorok ilyenkor szokták azt mondani, no comment. Csak így. Sikeres védés. Magyarország szögletet harcolt ki. Elsőre hárított. Kirúgáshoz készülődik a kapus. Vajon mi lesz ebből? Gól! Azt mondják, minden kapus egy kicsit bogaras, bolondos. Hát ez a mozdulat erről árulkodott. Kétségtelen, nem szívesen hallják ezt a kapusok, de ez óriási hiba volt. Nem sikerült megtartaniuk. Dzsudzsáké a labda. Lekapcsolta, és ezzel megállította a támadást. Dzsudzsák visszaküldi a baletba ugrálni. Van der Waart. Igen, ügyes megoldás volt a kapustól. Vadóc tisztáz magabiztosan. Akár lőhet is. No, mi lesz ebből? Az elsőt védte, de jön a második. És Vadóc kapufa, pontosabban ma már alumínium. Már is ott van az ölében. Vadóc tisztáz magabiztosan. Megszerezte a labdát. Gól helyzet! Addig ügyeskedett az ellenfél kapujánál a magyar válogatott, amíg gólt szerzett. Lehet, hogy Magyarország válogatottja megadta a kegyelemdöfést az ellenfélnek? Hát kétségtelen felmerül a kérdés, hogyan is vághatna vissza még a másik csapat. Hadd mondjak annyit, remélem sehogy. Alaposan kicentiszte, nagyon szép a gól. Ez zicser, nincsak egy gól! Gyakorlatilag osztálykülönbség van a két együttes között. Van Bommel. Gól, méghozzá egy speciális gól, ugyanis öngól. De
Szörnyű hibát követett el, joggal dühös a kapus. Hult ajándékoztak az ellenfélnek. Elkezdődnek a találgatások. Lehet, hogy jövőre az ellenfélhez igazol? Nehéz ilyenkor újra játékba hozni a labdát, az öngólt követően. Zsuzsák odalép a lehető legjobb ütemben. Itt az esély, hogy akciót vezessenek. Vancák. Nem becsülték meg eléggé a labdát. Akár gólt is szerezhet! Most kell tisztázni. Megszabadult az őrzőjétől. Ráteszi! Ez a labda, hogy mondjam finoman, nem ment kapura. Talán kicsit átgondolhatta volna ezt a helyzetet, nem kellett volna lőni. Micsoda védés! És a kapuvédő hárítani tud. Mindenki helyezkedik a szöglethez. Nem sikerült megtartaniuk a labdát. Az ellenfél szinte észre sem vette. Már is Zsuzsáknál volt a labda. Ügyes, jó, de ott van! Kérem szépen, ez benne van! Beletette a fejét a labda útjába, és a labda már ment is a kapuba. Idézhetetlen volt. Csak annyit szólt, na, gyere fejre! És így is lett. Jól teszi a fejét a labda útjába, a háló ördek esélye sincs vele szemben. A labda már Zsuzsáké. Kicsi a labda. A labda a kapus zsákmánya lett. És ez remekül véd a kapus. A védő ott veszítette el a labdát, ahol a legkevésbé sem akarta. Itt a lehetőség. Sikerült gólt szerezni a magyar válogatottnak. A kapitány a sereg élére állt. Ilyen egy jó vezér, nem csak szóval irányít, tettekkel is hozzájárul a csapat sikeréhez. Csak rúgdossák a gólokat folyamatosan az ellenfél nagy bánatára. Gera épp ilyen alkalomra várt. Szépen szerel Gera. Elek, átadás fejjel. Vaduc megmutatta, hogyan nem szabad labdát passzolni. Ez igen, Hajdan remek szerelését láthattuk. Meglepő első fél időt követően szólalt meg a játékvezetői hármas hígszó. A papíron gyengébbnek tartott csapat nyerésre áll, nem igazán erre számított Ricsi. Mindenki azt várta, hogy az esélyesebb csapat hozza a papírformát, ehelyett jött a hideg zuhany, egyelőre lemossa őket a pályáról a kis csapat, és ha így folytatják, ott állnak majd befürödve. Elkezdődött a második félidő, vezet az egyik csapat, és az a kérdés, hogy próbálja fokozni az iramot, vagy megpróbálja megtartani előnyét. Vaduc. Nyírulvas büszkesége, Zsuzsák. Heitinga. Bommel. Van der Waart. Ennél jobb helyen nem is juthatott volna labda. Ebből gól születhet.
Talán lett volna valaki, aki jó néhány méterrel arrébb teszi a kaput, akkor ez egy jó lövés. Valóban, kár volt így sietni ezzel a lövéssel. A támadásnak ezennel vége. Áll a neki. Szerencséje, hogy a bíró nem ítélt büntetőt erre a becsúszó szerelésre. Ez könnyen megtörténhetett volna. Egyszerű labdaszerzés, jó érzékkel akasztotta meg a támadás. Szabadrúgás nem is lehet vitás. Ez helyzet lehet! Bent a labda a hálóban! Egyelőre csak a száraz tényt rögzítem. Természetesen örömmel a hangomban a magyar válogatott újabb gólt szerzett. Fantasztikus, amit a magyar csapat produkál. Nagyon régóta vártunk egy ilyen teljesítményre. Ez az fiú. Itt most az összes védő csak gottal veri a nyomát, és utána a kapus sem tudja megakadályozni a gólt. Sikeres passz. Kiváló ütemű védekezés. Gyücsáki a labda. Szavics Imre a labdával. Sípolt a bíró, szabadrúgás, és vélhetően még lesz egyéb szankció is. Juhászé a labda. Szép passz. Aki elfelejtette volna a 16-oson belül, ő az úr, de senki sem felejtette el. Lassan jön a szöget, mindenki megtalálja a párját. Helyzet, és fölé. Micsoda lehetőség volt. Innen már könnyű dolga van! Ez bizony nem gól, védett a kapus. Pazarvédő munka, Dzsuzsák Balázs dicsérete. A labdáért vívott párharc Dzsuzsák győzelmével zárul. Van Bommel. Dzsuzsák, micsoda remek szerelés! Egész egyszerűen elvette a labdát a védőtől. Ez bizony gólhelyzet! Ül cimpányival ment mellé. Ezt a sárga cédulát már mindenki várta. Igen, és ezt a szabálytalanságot nem lehetett szó nélkül hagyni. Dzsuzsák birtokába most a labda. Középre szálló beadás. És szabadon a labda. A védelem jól teszi a dolgát. A hátvéd szerelési kísérletét a bíró akár szabálytalannak is vélhette volna. Kockázatos volt. És a kapus véd. Noha egyszer már becsapta őt ez a játékos. De mindig azért nem fog túljárni az eszét. Szép védés, de még nincs ezzel vég. Itt a gól! Ha egy volt beindul, az első gólja után itt a második. Brilliáns egyéni megmozdulás, ahogy helyzetbe kerül és ahogy befejezi a lehetőséget, csodálatos. Valljuk be, eddig csak egy csapat van a pályán. A labda Szavics birtokába. Dzsuzsák visszaküldi a baletba ugrálni. Megszabadították a labdától. Dzsuzsák odali. Magyarország ellen ítél szabadrúgás most a játékvezető. Újt. Ígéretes lehet. Megakadt a támadás. Bedobást ítélt a játékvezető Magyarország javára. Ad egy esélyt maga. Ilyen messziről nem volt kihívás. Mi folyik itt? A közönség fütyül és kiabál, de nem a lelkesedés fűti őket. Nem bizony, Pisti, ilyen rossz játékot már régóta nem produkáltak a fiaik. Érthető van, nézők csalódottak. Szerencséje, hogy a bíró nem ítélt büntetőt ezért a szerelésért, a védő sokat kockáztatott. Sikerült neki! Micsoda lehetőség! Addig ügyeskedett az ellenfél kapujánál a magyar válogatott, ami gólt szerzett.
Ajándéklabdából született ez a gól. Óriási hibát követett el a kapus, ezért nem kap dicséretet. Szinte felbillen a pálya egyoldalú a mérkőzés. Snyder. Csucsa. Savic. A kapus kirúgja a labdát. Mindenki érzi, ez a szöget akár fontos is lehet a meccs szempontjából. Itt a fejes. Hát ez egyenesen a kapushoz ment. No, mi lesz ebből? Nem befelé pattan a kapufáról. Heitinga. Az elsőt védte, de jön a második. Az edzéseken biztos több szöglet variációt is kipróbáltak. Fejjel, fejjel, fejjel is lehet veszélyeztetni. Kibent jöhet a kirúgás. Lenyűgöző eleganciával véd a kapus. Ott zizzen! Még. Ennyi nem elég. Szegény kapus, óriási bal szerencséje volt, hogy pont a támadó elé pattant a labda. Innen már csak becsületből harcolnak, legfeljebb kozmetikázni tudnak majd az eredményen. Becsúszva próbál szerelni. Még nem hármat sípolt a bíró, csak egyet, szabadrúgás. Nem talált el a kapu. Hol helyzet? Kilépte, de még nincs vége. A védőnél a labda most már. Azt a mindenit. Sérülése dacára, ő visszatér, küzd tovább. Abban bízik, hogy majd segít a mozgás és hagyja a csapat szellem. És itt a kiállítás. Azért, mert ez már a második sárgalapos megmozdulásban. Azt hiszem, sokkal jobban kellett volna vigyázni, úgyhogy már volt egy sárgalapja. Heitinga. A bíró véget vet a mérkőzésnek, és ennek azt hiszem, a győztes és a vesztes csapat is más-másokból ugyan, de egyaránt örül. Nagy győzelem született ma itt. Teljesen megérdemeltem, Pisti, mintha nem is ugyanabban a ligában indulna a két csapat. Elköszönésképpen mit mondhatnék? Sose lássuk rosszabb meccset. Viszontlátásra!